kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted, körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, ha lehetetlenség konok falán, zúzod véresre koponyád, azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul, mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés, és akkor magától nyílik az ég, mely nem tárult ki átokra imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták, akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Nagyon szépen köszönjük az ifjú hölgyeknek és uraknak a szolgálatot, és nagy szeretettel megkérjük a Nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és Váci könyvtárnak a munkatársait, hogy végezzék a szolgálatukat. Vikár Sándor zeneiskola és művésztanári rai és növendékei, de pontosabb, hogy a szervező a Móri Zsigmond. Áldás békesség! Engedjék meg, hogy zenés műsorunk, zenés átadunk elején nagy örömmel és végtelen nagy szeretettel köszöntsem nagy tiszteletű egyházmegyék főjegyzőkat, nagy tiszteletű hölgyeket és urakat, polgármesterasszonyt, jegyzőasszonyt és az igen tisztelt gyülekezetet is. Felvédő művészeink, Nyíregyháza és megyénkinek, de mondhatom joggal, hogy országos viszonylatban is az egyetemű zenei kultúráknak jeles képviselői. Október hónapban, és mondhatom, október hónapunk ünnepi köntösben öltözik, hiszen csodálatos ünnepek sorozatát éljük meg a mindennapokban, hiszen reformációnak 500. évfordulója, a magyar református egyház 450. évfordulója, mindemellett világ ünnepeinket is ünnepeltük ebben a hónapban, a zene világnapját. Emellett egy nagyon fontos zeneszerzőnek, Kodály Zoltánnak halálának 50. évfordulóját. Mind a mellett átlépve egy novemberi hónapban megemlékezünk a halottak napjáról is, amely közelű esemény lesz. Rövidesen. Engedjék meg, hogy felépő művészeink műsorát tolmácsoljam. Elsőként kérem, hallgassanak meg három műsorszámot. Jakob von Eyck 33. Zsoltár furuján. Johann Sebastian Bach, mint Hárfa Zsú. Giordani Caro mio ben című művek. Akik előadják Kis Benedek furuján, aki 2016-ban a Virtuózó Tömtése volt. Zongorán kísért Tamás Attila, énekel Szilágyi Szilárd és Kazák Tizia.
A keresztény ember mindenek fölött Isten akaratának érzi. Isten akaratának látja. Sokszor mindennapjainkban, keresztény életünkben nagyon nehéz meglátni, összeegyeztetni Isten akaratát és a mi akaratunkat. Erre segítséget és választ ad Turmezei Erzsébet verse, a legnehezebb kérdés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz hullák jönnek, s az öröm ködbe néz, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mutatod, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne! Ne! Miért kellene itt történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az múlt. Sírva teszel kínzó kérdéseket. Értelem, hát ez a szeretet? Aztán elcsúszol. Bocsáss meg, atyám! Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesen. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran meg. S minden, ami kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjam. Legyen akaratod, ha nap neved. Legyen akaratod, ha éjjel. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te. Better.